barré akkordok. Az első fogásunk ugye F-dur, de ezt E-durba képzem. Ez a basszusom. F-hang, ugye E-hang, F-hang, F-dur. Hogy lesz belőle F-moll? Így. Tudni kell a gitárnak el a hangokat az E-os húron. Mindegy húron tudni kell, de most az E-os húron nézzük. Ötös fekvés, milyen hang? A hang. Akkor ez egy A dur. Kettesű fülenged, A moll. Ez kell, jó, begyakoroljat. E dur, E dur, A dur. Amit le fogsz tudni, hogy melyik hang hol van, és milyen akkordot fogsz hozzá. Következő része, A húron vagyok. A, is, H, C, C, D, D, C, E. És nem mentem csak hetedik fekvésig föl. A moll. Barréval így lenne, ha lefognám a nulladik fekvésben is. A barré, de nem fogom le, meg minek fogjam le. De arrébb megyek egyel már, így meg B moll lesz, az A húr a basszusom. H húr, H vagy A húr, kettes fekvés, H moll. Ötös fekvés, D hang, D moll. Meg kell tanulni az A húrlis hangot szépen. A, is, H, C, C, D, dis, E, F, is, G, is, A. E-moll, hetes fekvés. D-dur, ötös fekvés. Ugye ez a másik része már, az A-durból indult. Okay. Ha azt mondom, egyes barré, B-dur, így van. Attól itt mindig kimarad, tehát három módon keresztül fogom a barrét, ezeket az akkordokat. Mindegyiket három módon keresztül fogom. Ötös fekvés. 5, 6, 7. D-moll. D-dur. Hetes barré. E-dur. E-moll. A-húron vagyok. Ezt kell felismerned, hogyha így van az akkord, ugye ez a fogás fönt van, akkor ez a legmélyebb húr a basszus. Ez mutatja meg, hogy mit fogunk. H-hang. H-dur. H-moll. Lemegyek egyel. E-moll, mert ez E-hang, A-húron, E-dur, E-moll, E-dur, D-dur, D-moll, Géza-moll, hármas barré. És így tovább gyakorolni ezeket, hogy tehát lefogni ezt, bármit lefogsz, tudni kell, hogy hol fogod.